Nyilvánosságra hozta a technológiai óriások megadóztatására vonatkozó terveit Franciaország. A Google, Apple, Facebook és Amazon négyesről elnevezett 3%-os adót terveznek az online eladások után. Az adót csak azoknak a cégeknek kellene fizetniük, amelyek globális bevétele a 750, franciaországi bevétele pedig a 25 millió eurót eléri. A javaslatot Bruno Le Maire, francia gazdasági miniszter mutatta be. Azt nem lehet elfogadni, hogy a világ legnagyobb technológiai cégei 14% ponttal kevesebb adót fizessenek a többi vállalatnál, akár Európában, akár máshol. Azokat, akik attól tartanak, hogy emiatt Franciaország lemarad a világtól. Szeretném emlékeztetni, hogy az EU 27 tagállamából 23 támogatna egy ilyen adót, és 6 már be is vezetett hasonlót. Ausztrália és India, ahol szép számú digitális fogyasztó van, szintén bevezettek ilyen adót. A legnagyobb baj az internetes óriás cégekkel, hogy az online értékesítésből származó bevételeik után nem ott adóznak, ahol a vásárló tartózkodik, hanem abban az országban, ahol a legkedvezőbb az adózás. A problémát az Európai Bizottság is szeretné kezelni, de néhány tagállam, elsősorban a helyzetből leginkább profitáló Írország ellenállásán a közös szabályozásra tett kísérlet megbukott. Franciaország csak addig tartaná fönn saját adóját, amíg nem sikerül európai szintű megoldást találni.